A köztisztviselői napi városi ünnepséget az Erzsébet nagyszállodában rendezték. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, a polgármesteri hivatal vezetője köszöntőjében kitért arra, hogy 2014 a választások éve, ezért sokkal többet és sokkal precízebben kell dolgozniuk a köztisztviselőknek. A polgármesteri hivatal vezetőjéhez hasonlóan Hajdú János polgármester is elismerően szólt a közszolgák munkájáról. Két választást a paksi polgármesteri hivatal apparátuson szakszerűen, gyorsan, botránymentesen bonyolított le, ugye az egész választókerületben, úgy, hogy történelmi helyzet az, hogy egyetlen egy jogorvoslati kérelem, panasz, kifogás, még bejelentés sem érkezett. Én nagyon kérem, hogy a harmadik helyhatósági választás is így bonyolódjon le, hiszen tudjuk, hogy a kampány, az mindig, ahogy mondják, a következő kampány az előző választás nézzáról követő másnak kezdődik, de ez nem a mi feladatunk. A kampány a jelölő szervezetek feladata, mi nekünk a végrehajtás és a lebonyolítás. Ha ezt sikeresen, ezeket a célkitűzéseket végrehajtjuk, akkor jövőre ugyanígy lesz fogunk ünnepelni. Azt gondolom, hogy nagyon jó ebben a hivatalban dolgozni, hiszen váratlan szakszerűség és munkabírás és kollegialitás van. Megköszönöm mindenkinek az egész éves munkáját, és nagyon jól tudom, hogy milyen körülmények között kell dolgozni, hiszen ismerem a társadalom aktuális állapotát, ismerem azt az önzést, azt az individualizmust, ami az emberekből árad, azt a páratlan mindent nekem akarást, másokat félrerökve, csak a saját érdekét képviselve minden osztályon ezt a magatartást kezelni. Tudjuk, hogy a társadalom politikai marketing ellenére milyen mentális állapotban van. Nincs jó állapotban, és nem is lesz ilyen Európában, ilyen erkölcsiség, ilyen keresztény elvek tagadása mellett nem is lesz még egy jó darabig. A Deák Ferenc díjat 2004 óta két évente adják át. A kitüntetéssel a köztisztviselők kiváló munkáját köszöni meg a képviselőtestület. Bachma Józsefné a hatodik díjazott, aki munkában eltöltött éveit napközis nevelőként kezdte, majd 1979. szeptember 1-től a Paksi Járási Hivatal alkalmazásában állt, azóta dolgozik a közszférában. A járási hivatalok megszűnésével 1985-ben került a Paksi Városi Tanácshoz, majd az 1990-es rendszerváltozás óta a paksi polgármester. Hivatal köztisztviselője. A közszférát még rövidebb időre sem hagyta el, és ami a legbeszédesebb, a közel 35 év közszférában eltöltött időből 30. éve egy munkahelyen a polgármesteri hivatal és jogelügyénél tevékenykedik. Az elismerést kollégái javaslata alapján májusi ülésén szavazta meg a képviselőtestület. A köztisztviselői napon a kerek jubileumot, közszolgálatot maguk mögött tudó kollégákat is köszöntötték, így Vasadi Andrásnét és Ház Ádámnét. A rendezvény zárásaként Jordán Tamás előadását tekinthették meg a résztvevők.